Sziasztok! Hello. Azért nem vagyok annyira vén, mint ebben mondtam. I'm not that old, as Donnie said. Imádkozzunk. Let's pray. Mindenható édesatyánk, szeretnénk most a jelenlétedben lenni. Dear Heavenly Father, we want to be in your presence now. Szeretnénk ott lenni, hogy találkozzunk veled. We want to be there so we could meet you. Úr Jézus, rajtad kívül nincs élet. Lord Jesus, there's no life without you. Mi utánad vágyakozunk, hogy találkozzunk veled. And we long for you. We want to meet you. Arra kérlek, hogy ezen az estén legyél itt és érints meg bennünket. I ask that you'd be here with us tonight and you'd touch our hearts. Arra kérlek, hogy hadd legyen világos a te igéd és a te szent lelked magyarázza azt nekünk. I pray that your word would be clear to us and that your Holy Spirit would be explaining it to us. Ezt kérjük Jézus nevében. This Amen. Is what we ask in Jesus' name. Amen. Egy olyan témáról szeretnék ma beszélni nektek, amiről nem olyan sokat szoktunk beszélni. I want to talk to you about a topic we don't talk much about. Egy olyan témáról, ami viszont szerintem nagyon fontos. A topic that I think is very important. Nagyon fontos, mert enélkül senki nem láthatja meg az Istent. Important because I don't think you can see the Lord without this. A zsidókhoz írt levél 12. részének 14-es versében ezt olvassuk. This is what we read in Hebrews 12:14. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem láthatja meg az Urat. Pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. A szentségről szeretnék beszélni. I want to talk about holiness tonight. A szent életről. About a holy life. Az ige ugye azt mondja, hogy törekedjünk a szentségre életünkbe, mert enélkül nem láthatjuk meg az Urat. The word says to pursue holiness because without it we won't see the Lord. Hadd kérdezzem meg így az elején tőled, hogy te szent vagy. Let me ask you, are you holy? Őszintén magadnak kéne válaszolnod, te szent életet élsz? If you had to honestly answer this question, do you live a holy life? Meg fogod látni az Urat? Will you see the Lord? Ez egy nagyon fontos kérdés. This is an important question. Az örök életünk múlik ezen. Because our eternity depends on it. Látni fogjuk. We will see. A szentségről akarok beszélni, a szent életről. I want to talk to you about holiness, about holy lives. De mit jelent a szentség? What does holiness mean? Először tisztázzuk azt, hogy mit is jelent ez egyáltalán. Let's talk about what it means exactly. Mert nagyon sokan nem tudják, hogy mit jelent. Because many people don't know what that means. És ez azért is van, mert a hétköznapi életben teljesen másképp értelmezik a szentséget. And it's because we have a different definition for holiness in our everyday life. Teljesen más gondolnak róla az emberek a világban, mint amit a Biblia mond róla. We think differently about holiness than what the Bible says. A hétköznapi életben a szent az általában azt jelenti, hogy erkölcsileg jó. In our world, holiness means morally good. Teljesen jó. Absolutely good. Persze már itt is mindenki mást ért a jó alatt. The problem is everyone defines good differently. És persze az, hogy erkölcsileg jó, ez benne van a szentség fogalmába, de az sokkal többet jelent ennél. Moral goodness is part of holiness, but holiness is much more than that. Sokszor a keresztények azt mondják, hogy a szentség, a szent, az azt jelenti, hogy elválasztva Istennek. Christians often say that holiness means we're set aside for God. Ez közelebb áll már a biblikus értelmezéshez, de még mindig nem fejezi ki teljesen azt. This is closer to the biblical understanding of holiness, but it's not complete. Ezért pontosan tudnunk kell, hogy a Biblia mit ért szent szentség alatt. That's why it's important for us to understand what the Bible calls holiness or holy. Az nem számít, hogy mi mit gondolunk. It doesn't really matter what we think. Hogy mit tanultunk, mit mondtak nekünk a szüleink vagy a tanáraink. It doesn't really matter what we learned or what people told us, teachers and parents. Az számít, hogy az ige mit mond nekünk. What matters is what the Bible tells us. Szent az, amit Isten az ő igéjében szentnek mond. Holiness is what God in his word defines holy. És mit mond akkor Isten szentnek az ő igéjében? And what does God say is holy in his word? Hát először is Isten önmagát mondja szentnek. First of all, God says he himself is holy. Úgy mutatkozik be a Bibliában többször is, hogy én szent vagyok. Many times this is how he introduces himself, that I am holy. Például a 3 Mózes 19:2-ben azt mondja Isten,
Én az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok. He says in Leviticus 19:2 that I, the Lord your God, am holy. Sokszor azt szokták mondani, hogy a szentség az egy tulajdonsága Istennek. Oftentimes people say holiness is an attribute of God. Ez is igaz, de ez nem pontos. That's true, but it's not exact. Van, akik azt mondja, hogy a legfontosabb tulajdonsága Istennek. Some say, okay, it's one of the most important characteristics of God. De én inkább azt mondanám, hogy a Bibliában azt látjuk, hogy Isten lényének a meghatározása az, hogy szent. I believe it's the defining characteristic of God is that he is holy. A Bibliában egyedül Isten szentségéről olvasuk azt, hogy Isten szent, szent és szent. This is the only thing the Bible says in three times saying God is holy, holy, holy. Háromszor ismétli az ige. The word repeats it three times. Például a Jelenések 4:8-ban ezt olvassuk, ahogy a mennyben szól az ének, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljövendő. In Revelation 4:8, this is how we see they are singing, holy, 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 Lord God Almighty, who was and is to come. És tudjátok, a Bibliában az ismétlésnek nagyon fontos jelentősége van. And you know, in the Bible, repetition has an important role. Nyomatékot jelent. Because it underlines something. A héberben ezt mindig fokozásra használták, amikor megismételték a szavakat. This is what they used. This was a grammar term to make something more important. Isten szentsége az nem csak azt jelenti, hogy teljesen jó, hogy semmi rossz nem található benne, hanem ennél sokkal többet jelent. The holiness of God doesn't just mean that he is good. It means so much more. Az, hogy Isten szent, az egy egyedülálló és különleges dolog. The fact that God is holy is incomparable. It's a very unique thing. Valami olyasmi, ami semmihez nem hasonlítható. Something you cannot compare to anything. Nincs a teremtett világon még olyan valami, amihez tudnánk hasonlítani az ő szentségét. We cannot compare his holiness to anything we know in this world. Ézsaiás 40:25-ben ezt olvassuk. In Isaiah 40:25 we read this. Kihez hasonlíthatnátok engem? Kivel mérhetnétek össze? Mondja a Szent. To whom then will you liken me, or to whom shall I be equal, says the Holy One. Ezért nem könnyű igazából meghatároznunk, hogy mi az Isten szentsége, mert semmihez nem tudjuk hasonlítani. That's why it's very difficult to define the holiness of God, because we can't use terms to compare it to. Hogy a világban általában úgy értünk meg dolgokat, hogy valami ismert dologhoz hasonlítjuk. Because this is how often in the world we understand, we learn things, new things, we compare it to something we already know. Ha azt mondom valamire, hogy ez olyan édes, mint a méz, akkor mindenki tudja, hogy miről beszélek. If I say this is sweet as honey, everyone understands. Mert már mindenki érezte a méz ízét. Because you have all felt or tasted honey. Tudod mihez hasonlítani? You know what to compare it to. Azonban amikor arról beszélek, hogy Isten szent, ezt nem tudom mihez hasonlítani. But when I'm talking about the holiness of God, there's nothing I can compare it to. Mert Isten szentsége egyedülálló. Because it's incomparable. Ha azt mondom, hogy Isten jó, igaz és gyönyörű, ez nem pontos leírása. If I say he's good, he's just, he's beautiful, it's not a complete definition. Ez nem írja le pontosan az Isten jóságát, igaz voltát, gyönyörű voltát. It's not very exact. It doesn't really explain us how good he is, how wonderful he is, how just he is. Miért? And why? Mert amikor ezt mondom, akkor te ezt egy emberhez hasonlítod. Because when I see these attributes, you compare, you think of a person immediately. Aki a legjobb, aki a legigazabb, aki a leggyönyörűbb. The best, the most just person or the most beautiful person, you know. Azonban ez egy hamis összehasonlítás. But that's a false comparison. Mert Isten sokkal jobb, igazabb és gyönyörűbb, mint bármely ember, amit te el tudsz képzelni. Because God is so much better, so much more just and so much more beautiful than anyone, any person you can imagine or think of. Az Isten más, mint mi vagyunk. God is different than we are. Az Isten más, mint minden a teremtett világban. God is different than anything in this created world. Van hasonlóságunk Istenhez, mert a képére teremtett. We have many things that we are alike, because he has
created us in his image. De az Isten szentsége az egyedülálló. But his holiness is incomparable. Másodszor azt olvasjuk a Bibliában, hogy Isten az embernek azt mondja, hogy szent legyen. Secondly, we read in the Bible that God tells man to be holy. 1 Péter 1:16-ban ezt olvassuk. First Peter 1:16. Úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Because it is written, be holy, for I am holy. Itt egy csodálatos dologról van szó. We're talking about a wonderful thing. Hogy Isten lényének ez az egyedülálló tulajdonsága megjelenhet egy emberben. That this very essence of God, this beautiful part of God, or essence of God, a holiness, can be manifested in a human. Hogyan? How? Hogyan lehetséges ez? How is this possible? Csak egyetlen egy mód van rá. Only one way. Ha az ember közösségbe kerül az Istennel. If we have fellowship with God. Azonban úgy születünk erre a világra, hogy nincs közösségünk az Istennel. But we enter into this world without a relationship with God. Az embert nem érdekli az Isten. People are not interested in God. Menj ki az utcára, kérdezd meg az embereket. Go and ask people on the street. Nem is hisznek az Istenben, nem is tudnak az Istenről, nem is érdekli őket, hogy van-e Isten. They don't believe in God. They're not interested in God. They don't care if he is. Mindannyian így születünk. That's how we are all born. És csak egyetlen egy mód van rá, hogy közösségünk lehessen az Istennel. And there is only one way to be in fellowship with him. Újjá kell születnünk. To be in relationship, and that is to be born again. A Biblia világosan tanítja, hogy a bűn az, ami elválaszt az Istentől. The Bible clearly teaches us that it is sin that separates us from God. És az evangélium az, hogy Jézus Krisztus azért halt meg a kereszten, hogy elhordozza a bűneinket. And the gospel, the good news is that Jesus died on the cross to die for our sins. És ezzel lerombolta az elválasztó falat, ami köztünk áll, Isten is köztünk. And to destroy that dividing wall that separated us from God. És a Biblia azt tanítja, hogy az ember, aki újjászületik, az egy csodálatos közösségbe kerül az Istennel. And the Bible tells us that those people who are in relationship with the Lord, who become in fellowship with him, who believe in him, have a wonderful fellowship with him. A Biblia úgy fogalmaz, hogy Krisztusba kerül. The Bible says we are in Christ. 2 Korintus 5:17-ben ezt olvassuk. 2 Corinthians 5:17 says. Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold, all things have become new. És ez történik az újjászületéskor. And that's what happens when we're born again. A bűn, ami elválasztotta az embert, az Istentől nem választja már többé el. The sin that separated us from God is no longer there to separate us. Közösségbe kerül Krisztussal, Istennel, aki szent. We have now fellowship with God, with Jesus who's holy. Mert csak egy valaki szent ezen a világon, az Isten. Because there's only one holy in this world and that is God. De amikor valaki Krisztusba kerül, az Istenbe kerül. But anyone in Christ is also in God. Akkor az ember szent helyre kerül. Then that person enters a holy place. Tudjátok, hogy ezen a világon hol van egyedül szent hely? Do you know where in this world is the only place where it's holy? Krisztusban. That's in Christ. Egyedül Krisztusban van szent hely. Only in Christ we find this holy place. Az ő személy az egyetlen hely, ahol szentséget találhatunk. It's in his person that we find holiness alone. És ez az egyetlen egy útunk, hogy szentek lehessünk. And that is our only way to holiness. Tehát, hogyha meg akarjuk adni a definícióját, a biblikus definícióját a szentségnek, akkor a következőt mondhatjuk. So if we want to give a biblical definition to holiness, we should say the following. A szentség az elválasztás valamitől, valamihez, valamire. Holiness is a separation from something onto something for some reason. Tehát három dologból áll. So it's three different things together. Elszakadni valamitől. We break away from something. Oda kapcsolódni valakihez. We get attached to someone. Valamilyen céllal. With a reason. Mitől szakadunk el? What do we break away from? A bűntől. From sin. Kihez kapcsolódunk hozzá? Who do we get attached to? Krisztushoz. To Christ.
És milyen céllal? And what, with what reason? Hogy az Isten dicsőségére éljünk. To live for the glory of God. Tehát a szentség az nem csak elválasztás valamitől. So holiness is not only separation or breaking away from something. Hanem oda kapcsolódás Krisztushoz. But it also means to be attached, to be with Christ. És hogyha valakinél ez megtörténik, akkor szent életet él. And if that happens to a person, then that person will live a holy life. De hogyha valóban így van ez, hogy újjászületéssel az ember szentségbe kerül és szent életet él, akkor miért nem látjuk ezt az egyházban? But if that's true, if someone who's born again will be separated from sin and is attached to Christ and then is in holiness and lives a holy life, why don't we see that in reality in the church? Mert hogyha az újjászületés által az emberek valóban szentek, akkor kéne látnunk az életükben a szent életet. Because if anyone who is born again is holy, we should see that in their lives. Vizsgáljuk meg hát ezt, hogy mit jelent a gyakorlatban a szentség. So let's look at this. Let's see what holiness means in a practical way. Ha te újjászületett keresztény vagy, akkor az életed minden területét áthatja az Isten szentsége. If you are a born again Christian, then holiness is everywhere in every part of your life. A szentség a gyakorlatban azt jelenti, hogy mindenben egyetértek Istennel, és úgy is élek. In a practical way, it means that I agree with God in everything, and I live according to that. Sokan megijednek a szentségtől. Sometimes people get scared about holiness. Ez nem olyan valami, amit mi produkálunk. Because this is not something we work up. Hanem ha valóban újjászülettünk, Krisztus él bennünk, és az ő életét hagyjuk. Because if we are born again really, then Jesus is living through us, and we only need to allow that to happen. Hagyjuk, hogy éljen bennünk. We just need to let him live through us. Sokan félreértik, és azt gondolják, hogy a szentség az olyan, hogy mintha Isten adna egy hosszú listát. People think holiness means God gives us a long list. Föl van írva rá egy csomó dolog. It has all these things listed on it. Amire azt mondja Isten, hogy nem teheted. And God says, you are not allowed to do these. És persze ezen vannak a legizgalmasabb dolgok. And of course all the exciting stuff are on this. Amelyek legjobban izgatnak minket, és ezeket szeretnénk leginkább csinálni. We are so excited about these things, but we are not allowed to do them. És azt gondoljuk, hogy van egy másik lista. And then we think there is another list. Amire azt mondja Isten, hogy ezt kell csinálnod. And God says, now this is the list to do. És persze ezen iszonyan unalmas dolgok vannak. And this is a list of very boring things. Amit egyáltalán nem akarnánk csinálni. Things we would never want to do. Hogy mondjam el, hogy ez egy hazugság. Let me tell you, this is a lie. Nincs ilyen lista. There's no such list. Nem ezt jelenti a szentség. Holiness is not this. Tudod, mit jelent a szentség? Do you know what holiness means? Hát amiről eddig is beszéltünk, közösség a szenttel. Holiness means to be in fellowship with the Holy One. Mert a valóságban ugye az van, hogy Isten egy kapcsolatra hív el, egy Because közösségre hív el. In reality, God invites us to a relationship, into fellowship with him. És ebben a kapcsolatban te szabad vagy a szentségre. And in this fellowship, you're free to be holy. Szabad vagyok arra, hogy nemet mondjak dolgokra. I'm free to say no to things. És szabad vagyok arra, hogy igent mondjak más dolgokra. And I'm free to say yes to other things. És szabad vagyok arra, és megláthatom azt, hogy jó nemet mondani bizonyos dolgokra, és jó igen mondani más dolgokra. And I'm free to realize, and I will see that it's actually good to say yes to certain things and no to other things. Csak aki nem ismeri az Isten szeretetét, azt tudja feltételezni az Istenről, hogy valamit el akar rejteni előlünk, nem akar megadni valami jót. Only those who don't understand or don't know the love of God think that God has things that he's hiding from us, that he wants to keep away from us, things that are wonderful, but he will never give us. Aztán vannak, akik azt gondolják, hogy a szentség az valami nagyon komor és unalmas dolog. But then some people think holiness is something very solemn and difficult and boring. Ez a következő hazugság. Well, that's the next lie. Ez nem így van. That's not true. A szentségben igazi öröm van. Because in holiness there is true joy. Sőt, az igazi örömöt a szentségben találjuk. And actually true joy is found in holiness. A szentség és az öröm összetartoznak. Because holiness and joy come together. Ha hiányzik a szentség az életedből, igazából örülni sem tudsz soha. If this holiness is lacking in your life, then you're not experiencing true joy either. A
szentség és az öröm házasságban vannak egymással. Because holiness and joy are married to one another. És az igazi öröm tud adni igazán motivációt a megszentelődésre is. True joy is the one that drives us to want to be holy and to be sanctified. A szentségben való élet az egyáltalán nem unalmas, hanem egy nagyon izgalmas élet, egy nagy kaland Krisztussal. Living a holy life is not boring at all. It's an exciting adventure to live with Christ. A kiváltságod az, hogy megteheted, hogy a gondolataid, a cselekedeteid szentek legyenek összhangban az Istennel. It's your privilege that your life, your thoughts, your actions, your words can be in accordance with God's will, with holiness. Tegyük fel hát akkor a kérdést, hogy miért nem élnek akkor sokan a keresztények szent életet? Miért nem látjuk ezt? Let's ask the question, why don't we see this in many people's life, in many Christian people's life? Erre azt válaszolom, hogy azért, mert sokan, akik magukat kereszténynek mondják, valójában nem keresztények. My answer is that many people who call themselves Christian are not. Az egyházban, a gyülekezetben nem csak keresztények vannak. Because in the church, in a congregation, it's not only Christians. És ez nem rossz dolog, mert legalább az evangéliumot itt is hirdetjük azoknak, akik még nem tértek meg. And that's not a bad thing, because this way we are sharing the gospel with people who are not Christians yet, and they have the opportunity to hear. A probléma ott van, hogy vannak, akik magukat kereszténynek mondják, de valójában nem azok. The problem begins when some people say they are Christian and they call themselves Christians, but they're not. Jézusról beszélnek, de nem érdekli őket a szent élet. They talk about Jesus, but they don't care about a holy life. Ezért fontos, hogy erről beszéljünk. That's why it's important to talk about this. Hadd kérdezzem meg, hogy te újjászületett keresztény vagy? Let me ask you, are you born again Christian? És honnan tudod, hogy az vagy? And if you are, how do you know? Azért, mert te úgy gondolod? Because you think so. Nem az számít, hogy mi mit gondolunk. It's not what we think that matters. Vannak sokan, akik maguk gondolják, hogy ők nekik miért van üdvösségük. Many people have an idea why they are Christians and why they have salvation. Vannak, akik azt gondolják, hogy hát nem követtem el életemben semmi rosszat, mindig törekedtem a jóra. They say, well, I didn't really do anything wrong in life. I always aimed for good things and to be good. Ezért én keresztény vagyok, és ott leszek a mennybe. So I'm Christian, and I'll be there in heaven. De ha így gondolkozol, akkor hadd mondjam el nagy szeretettel neked, hogy nincs üdvösséged. If this is how you're thinking, ezek alapján nincs. With all my love, let me tell you that you are not Christian. You don't have a salvation according to what we learn from the Bible. Ez egy népszerű vallásos gondolkodás, de semmi köze ahhoz, mint amit a Biblia mond. It's a very popular religious way of thinking, but it's not what the Bible says. Vannak, akik azt mondják, hogy ők újjászületett keresztények, mert hisznek Jézusban. Many say they are new born again Christians because they believe in Jesus. Na, hadd kérdezzek tőled valamit. But let me ask you something. Honnan tudod, hogy valóban hiszel? How do you know you really believe? Ebben az úgynevezett keresztény Európában mindenki hisz Jézusban. In this so-called Christian Europe, everyone says they believe in Jesus. Mindenki ott lesz a mennyben. Everyone will be there in heaven. Honnan tudod? How do you know? Tudod, a Biblia többféle hitről beszél. The Bible talks about different faith. És ezek közül csak egy az üdvözítő hit. But there's only one faith that brings salvation. Arra most nincs időnk, hogy részletesen elemezzük ezeket a hiteket. We have no time to go into detail on all these different beliefs. Hogyha ez érdekel, akkor azt ajánlom, hogy hallgass meg, amikor a Róma 3-ról tanítottam az egyik hétfő estén. If you're interested, I encourage you to listen to my teaching on Monday night when I taught in Romans 3. We talked about this. És hadd álljak meg most itt egy pillanatra. And let me stop for a second. Lehet, hogy vannak, akik azt mondják, hogy nem jó dolog ez, hogy firtatjuk az emberek hitét. Many people might say it's not a good idea to dig deep into people's Christianity or their faith. Nem jó faith. Dolgot csinálok. I'm not doing the right thing. Hát ezzel csak elbizonytalanítom az embereket. I'm only making people all unsure. De hadd mondjam el, hadd magyarázzam el, hogy miért csinálom azt, amit csinálok. But let me tell you, let me explain why I'm doing what I'm doing. Mert azt gondolom, hogy igenis meg kell, hogy vizsgáljuk a hitünket. Because I believe we do need to test, we do need to examine our faith. És nem kell félned ettől a vizsgálattól. And you don't have to be worried and be afraid of this examination.
Mert ha valóban újjászületett keresztény vagy, akkor ez meg fog erősíteni téged ez a vizsgálat. Because if you are born again, this examination will only strengthen your faith. De ha nem vagy az, akkor legalább kiderül, hogy önbecsapásban élsz. But if you're not, but if the examination doesn't turn out well, then you realize you have been living in self-deceit. Nem kell félned ettől a kérdéstől. Don't worry about this question. Don't fear this question. És hadd mondjam el, hogy nem én vagyok az első, aki fölteszi ezt a kérdést. And let me tell you, I'm not the first one to ask this. Tudjátok, hogy ki az, aki először kérdezte ezt a kérdést? You know who was the first one to ask this? Isten. It was God. Maga Isten teszi fel az igében. God himself in the word asks this. 2 Korintus 13:5-ben ezt olvassuk. 2 Corinthians 13:5. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e. It says examine yourself as yourselves as to whether you are in the faith. Tehát Isten igéje is felszólít egy ilyen vizsgálatra. So the word of God encourages us and tells us to do this examination. Jó egy ilyen vizsgálat, mert legalább lesöpör hamis gondolkozásokat. And it's good to do this because then it will wipe away false thinking. Vannak, akik azt mondják, hogy nekem biztos igazi hitem van, és üdvösségem van, mert Jézust behívtam az életembe. Many say, I'm sure of my salvation. I have eternal life, because I have invited Jesus into my life. Hadd kérdezek valamit. Honnan tudod, hogy be is jött? Let me ask you, how do you know he really came in? Honnan tudod, hogy Jézus ott van az életedben? How do you know Jesus is in your life? Elmentél egy alkalomra, ahol volt egy tanító, aki szenzációs tanítást adott. You went to this certain event and there was this great preacher and it was a great preaching. Vagy elmentél egy dicsőítésre, ami felemelt téged. Or that you went to a certain worship event and it really lifted you up. És az érzelmeid a fellegekben voltak. And your emotions were flying high. És akkor a tanító azt mondta a végén, hogy aki szeretne megtérni, and then az álljon fel. The teacher at the end said, those who want to repent and come to the Lord shall stand up. És mondja el a megtérők imádságát. And pray the sinner's prayer. És hívja be Jézust az életébe. And invite Jesus into the lives. És te mondjuk megtetted. And you did that. Azt gondolod, hogy te újjászülettél? Do you think you have been born again? Isten kegyelme az, hogy sokan újjászületnek ilyenkor. The grace of God is that many people are born again when they do this. De nem hallgathatom el, hogy nem mindenki születik újjá. But I can't keep quiet and not tell you that not everyone is born again just because they do this. Mindannyian hallottatok Billy Grahamről. You all know the name Billy Graham. Hosszú éveken át hirdette az evangéliumot nagyon-nagyon sok embernek. Many years, for many years, he has been preaching the gospel for many people. És az evangelizációk végén mindig hívta az embereket megtérésre. And at the end of his preachings, he always invited people to repent. És az emberek fölálltak, előre jöttek, behívták Jézust az életükbe. Many stood up, came forth to the front, and invited Jesus into their lives. És tudjátok, hogy Billy Graham mit mondott ezekről az emberekről? And you know what Billy Graham said about these people? Azt mondta, hogy nagyon boldog volna, nagyon örülne annak, hogyha ezen embereknek 5%-a ott lenne a mennybe. He said I would be glad if at least if only 5% of these people were there in heaven. 5%? 5%? Hát mind behívta Jézust az életébe, nem? But they all went forth. They all invited Jesus into their lives. Hol van a 95? Where's the other 95%? Tehát ezt nézzük meg ezt a kérdést. So let's look at this question. Honnan tudod megállapítani azt, hogy Jézus bejött az életed? How can you determine that Jesus came into your life? Ez egy nagyon fontos kérdés. Because it's an important question. Mi alapján tudod eldönteni azt, hogy újjászületett keresztény vagy? What is it that you can base your born again Christianity on? És itt nem számít, hogy te mit gondolsz. And it doesn't really matter what you think. Hogy mit érzel. What you feel. Hogy mi a te megtérés élményed. What is the experience you went through as you became a Christian? Hogy mit mondott a pásztorod. What your pastor said. Nem számít. It doesn't matter. Egyetlen egy dolog számít, hogy Isten igéje mit mond. It is only what the word of God says. Hát nézzük meg, mit mond az Isten igéje. Let's look at what the word of God says about this. Római levél 6. részének 22-es versét szeretném felolvasni. Romans 6:22. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a szent életet,
amelynek vége az örök élet. But now having been set free from sin and having become slaves of God, you have your fruit to holiness and the end everlasting life. Az ige azt mondja, hogy az újjászületésnek van egy bizonyítéka. The word says that there is proof of a born again life. Van egy gyümölcse. There is fruit. Ez pedig a szent élet. And that is a holy life. A szent élet az újjászületés bizonyítéka. The holy life becomes the evidence or the proof of a born again life. A szent élet a bizonyítéka annak, hogy Jézus ott van benned. Holy life is what will prove that Jesus lives in you. Az ige egyértelműen mondja, hogy ha újjászülettél, akkor szent életet élsz. The word clearly says that if you're born again, you will live a holy life. Nézzünk egy másik igét. Let's look at a different verse. 1 János 1:5-6. 1 John 1:5 and 6. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. This is the message which we have heard from him and declare to you, that God is light and in him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Mit mond ez az ige? What does this verse say? Azt mondja, hogy Isten világosság. It says that God is light. Ez azt jelenti, hogy Isten szent. This means God is holy. És hogyha te azt mondod, hogy közösséged van vele, and if you say you are in fellowship with him, ez azt jelenti, hogy újjászülettél, mert csak annak van közössége vele. And this means you're born again. That those are the only people who can have fellowship with the Lord. Azonban sötétségben jársz, bűnben élsz, akkor hazudsz. But then you walk in darkness, you live in sin, then you lie. Valami dolgot szeretnék itt világossá tenni. And I want to clarify something here. Én nem arról beszélek, hogy aki újjászületett, az teljesen tökéletes és soha nem követel bűnt. I'm not saying that anyone who's born again and is living a holy life means that they never sin. Nehogy valaki félreértse. Please don't misunderstand this. Én arról beszélek, hogy ha valaki azt mondja, hogy újjászületett, de életstílusában a bűnben él és nem érdekli őt, hogy ott van a bűnben, ez a kettő együtt nem lehet. I'm talking about when someone says that they are born again, that they believe, yet their lifestyle reflects the same lifestyle they led before, a worldly lifestyle, without holiness, living in sin, then the two doesn't go together. Ez az igaz, mondja, hogy ha azt mondod magadról, hogy újjászületett keresztény vagy, de bűnben élsz, és ott is maradsz, ott is akarsz maradni, akkor hazudsz. The Bible says that if you say you're born again, but at the same time you live in sin, you stay in sin, and you actually don't want to move from there, then the Bible says you're deceiving yourself. You're Mert lying. Mi a különbség az újjászületett és a nem újjászületett embernek? Milyen kapcsolata van a bűnnel? Mi a különbség a két kapcsolat között? Okay, what's the relationship with sin for a non-believer and for a believer? Mert mind a kettő elbukik bűnben. Because they both stumble and fall in sin. Tudod, mi a különbség? Aki valóban újjászületett, az harcol a bűnnel. You know the difference is the one who is born again, they will struggle, they will fight. Aki valóban újjászületett, az sír a bűnei felett. Those who are born again will cry over their sin. Az menekül Istenhez és kéri a bocsánatot. They run to Jesus. They run to God and ask for forgiveness. Az kéri Istentől az erőt, hogy megállhasson. And they ask for strength to stand. És harcol a bűnnel. And they struggle and they fight against sin. És lehet, hogy elesik még sokszor. And they might fall again and again many times. De a bűn nem életformája. But sin is not their lifestyle. Aki viszont nem született újonnan, but those who are not born again, azt csinálja a bűnt, és nem érdekli. They live in sin and they don't care. Ott marad. They stay there. Hiába mondja el neki az Isten, hogy ne tedd, nem érdekli. No matter how many times God tells them not to do that, they don't care. Ez az ember nem újjászületett keresztény. You're not born again Christians. Ezt láthatjuk az ige alapján. We see this according to the word. Ha a szentség megkérdőjelezhető az életedben, akkor az újjászületésed is megkérdőjelezhető. If holiness is questionable in your life, then your eternal life is too. Valamit meg kell értenünk. We have to understand something. A szentség az nem egy opciója a kereszténynek. Holiness is not like an option for Christian.
A szentség az definíciója a kereszténynek. Holiness is the definition of a Christian. Ha nem vagy szent, nem vagy keresztény. If you're not holy, you're not a Christian. Nagyon sokan próbálnak kibújni ez alól. Many people would like to get out of underneath this. Sokan mondják azt, hogy hát Isten megbocsájtotta a bűneimet, behívtam Jézust az életemben, újjászülettem. Azt, hogy mit csinálok, a cselekedetek már nem számítanak. They say, well, I became a Christian. I invited Jesus into my life, and the things I do and the way I fall, that doesn't really matter. Hadd mondjam el, hogy aki így gondolkozik, az nem ismeri Isten igéjét. I have to say, those who think this way don't understand, don't know the word of God. Tisztázzuk a dolgokat. Let's clarify things here again. Csak Jézus kereszthalála miatt, a belevetett hit által van üdvösségünk kegyelemből. We have salvation through the blood of Jesus, through his death on the cross by faith. És ennek semmi köze a cselekedeteinkhez. And that has nothing to do with what we can do. Nem tudjuk kiérdemelni az üdvösségünket. It's not something we earn. Csak Jézus érdemért lehet üdvösség. It's only because he earned it that we can have salvation. Azonban, amikor újjászülettünk, but when we are born again, ennek a következménye a szent élet. The consequences of our rebirth is that we live a holy life. Tehát nehogy valaki félreértse azt, amit én itt mondok. I hope no one misunderstands what I'm saying. Nem arról tanítok, hogy aki szent életet él, annak majd üdvössége lesz. I'm not saying that whoever lives, tries to live a holy life will earn their salvation and will have eternal life. Hanem azt tanítom az ige alapján, hogy but I am teaching according to the word, aki Krisztusba veti a hitét, az ő érdeméért megtér, az ő érdeméért tud csak megtérni, that those who believe in Christ and what he has earned for us, and that's the only way we can have salvation, kegyelemből, by grace, és újjászületik. And is born again. Utána. And now after that. Utána. After this. Utána. After all this. Következmény a szent élet. The consequence will be a holy life. És akinél ez megtörténik, annál Isten folyamatosan formálja. And whoever experiences this, God will continue this good work in them. Megszentelődésnek hívjuk ezt a folyamatot. We call this process sanctification. Nem vagy tökéletes, elbuksz, de fölállsz, ahogy az előbb is beszéltem róla. You're nem not, maradsz ott. You're not perfect. You will fall, but then you stand up. You don't stay there. You stand up, as we talked about this. De olyan nincs, hogy valaki újjászületett keresztény, és egyáltalán nem él szent életet. But that the fact that someone is born again, but they don't live a holy life at all, it cannot happen. Az ige szerint ilyen nincs. The word says it does not happen. It doesn't exist. Ha nem élsz szent életet, akkor nem vagy újjászületett keresztény. If you don't live a holy life, you're not a born again Christian. Van egy népszerű tanítás a modern kereszténységben, a testies keresztény fogalma és ennek egy sajátos definíciója. There's a popular teaching in modern Christianity today, and that is about regarding the fleshly, carnal Christian and its definition. Hogy ugye valaki megtért, újjászületett? That someone became a Christian, they were born again. És hát utána, hát sajnos bűnben él, mert testies. And they then since then they live in sin, they're carnal Christians. Hadd mondjam el, hogy a Biblia nem ismeri ilyen kategóriát. Let me tell you, the Bible doesn't know this definition. Olyan van, hogy valaki küszködik és elbukik, de nem maradott. That someone is struggling or they fall and then they struggle, but they don't stay there. De aki ott marad, akinek életstílusa a bűn, but if someone stays there, their lifestyle is sin, az nem lehet újjászületett kereszt. They cannot be born again, Christians. Azt gondolod, hogy újjászületett keresztény vagy, hogyha ugyanúgy nézed az interneten a pornó oldalakat, mint megtérésed előtt? Do you think you're still a born again Christian if you're browsing the porn pages on the web just like you did before you were a Christian? És nem érdekel téged, hogy ezt csinálod? And you don't care that you do this? Van, aki újjászületett keresztény, és ő is elbukik ebben, de ő harcol ezzel. Many born again Christians might struggle with this, but then the point is that they struggle. They struggle against it. Azt gondolod, hogy újjászülettél, hogyha megnézed azokat a filmeket, hallgatod azokat a zenéket, ugyanúgy, mint megtérésed előtt?
Do you think you're born again if you remain the same way? You listen the same kind of music, the same kind of movies that you watched before. Hát hogyha úgy élsz, mint a világ, úgy gondolkozol, mint a világ, úgy cselekszel, mint a világ, akkor mi a különbség közted és a világ között? If you live like the world does, if you think and act like the world does, then what is the difference between you and the world? Ha te megmaradsz ebben, miért gondolod, hogy újjászületett keresztény vagy? If you remain in all that, why do you think that you are born again Christian? Vannak, akik ilyenkor rögtön azt mondják, hogy ne törvényeskedjünk. Someone will immediately say, stop being so legalistic. Én nem akarok törvényeskedni. I don't want to be legalistic. Én nem akarom azt megmondani neked, hogy milyen filmet nézhetsz és mit nem nézhetsz. I'm not going to tell you what kind of movies you can watch and what you can't. Nem mondom meg neked, hogy milyen zenét hallgathatsz és mit nem hallgathatsz. I'm not going to tell you what kind of music it's okay to listen to and what is not. De egy dolgot szeretnék elmondani a Bibliából. But I'm going to tell you one thing from the Bible. Amit az 1 Korintus 6:12-ben olvasunk. What we read in 1 Corinthians 6:12. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. And it says, all things are lawful for me, but all things are not helpful. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Tehát minden szabad neked. All is lawful for you. Csak gondold meg, mi, hogy mindennek van következménye. Just think about the fact that everything has consequences. Ne szolgáltasd ki magad rabságra. Do not give your stuff over to some bondage. Ne szolgáltasd ki magad olyan valamire, ami tönkreteszi az életed, a családod. Don't give your stuff over to something that will ruin you or your family. Hogy tudod eldönteni, hogy mit szabad és mit nem? How can you determine what's okay and what's not? Hadd mondjak egy tanácsot. Let me give you an advice. Ha az a dolog, az közelebb visz téged Jézushoz. If that thing leads you closer to Jesus. Hogyha az a dolog, az építi a te életedet. If that certain thing edifies and builds your life. Akkor ez egy jó dolog. Then it's a good thing. Isten lelke vezet majd abban, hogy ezt meglásd. És azt teheted, bátran. God will lead you in that. He will show you and you'll be, you're free to do that. De hogyha az a dolog eltávolít Jézustól. But if that certain thing takes you further away from God. Hogyha az a dolog az rombolást hoz a te életedbe. And that thing brings destruction in your life. Akkor ezt ne tedd. Then don't do it. Te magad döntsd el. You should decide. Ez nem a pásztor, meg a tanító mondja meg, hogy mit tehetsz, mit nem. It's not a pastor, it's not the teacher who should tell you what you can do. Fel kell növekedned érett kereszténységre, hogy te magad meg tud vizsgálni és különbséget tud tenni jó és rossz között. You need to be brought up. You need to grow up as a Christian. We need to be able to decide with our own thinking what is according to God and what is not. Nagyon sok mindenről beszéltem most. I have talked about many different things tonight. Beszéltem arról, hogy emberek hogyan gondolkodnak a megtérésről. I talked about how people think about being born again. És fontos dolog, hogy ne csapjuk be magunkat. It's important that we don't deceive ourselves. A megtérés az nem egy érzelmi fellángolás. Becoming a Christian is not some emotional high. Az nem egy imádság elismétlése. It's not just the repetition of a certain prayer. Az nem az, hogy megkeresztelnek téged. It's not that you're being baptized. Hanem akkor mi a megtérés? Then what is being born again or being a Christian? Hát a megtérés az, megint, amit az Isten igéje megtérésnek mond. It is defined by what God calls repentance or becoming a Christian. A Bibliában több mint 70 alkalommal olvasunk a megtérésről. The Bible talks about it more than 70 times. Ez egy nagyon fontos dolog. And it's an important thing. A megtérés szó görögül metanoia. The word is in Greek metanoia. 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 Ez azt jelenti, hogy a gondolkozás megváltozása. It means the changing of thinking. Amikor valaki megtér, a gondolkozása megváltozik. When they become a Christian, their thinking changes. Két dologgal kapcsolatban biztos meg kell, hogy változzon a gondolkozása. And the change in thinking has to happen at least in two different things. Először is felismeri a bűnt az életében, és azt, hogy el van veszve.
First of all, they realize the fact that they are in sin and they are lost. Másodszor Jézus Krisztusban felismeri a megváltóját. Secondly, in Jesus Christ they recognize their redeemer. Aki meghalt a bűneiért. The one who died for their sins. És amikor valaki kiállt a megváltójáért ebben az elveszett állapotban. And when someone calls out to their redeemer in that lost state. Ez a megtérés. That's repentance. That's coming to the Lord. Aki valóban megtér, az a bűnei súlyától akar szabadulni. When someone really is repenting, they want to get rid of the weight of their sin. Nem az a megtérés, hogy olyan jó volt a dicsőítés, hogy olyan jól érzem magam, mindjárt megtérek. Repentance is not like great worship was so wonderful. I feel so wonderful now. I'm so gonna repent. Majd tegyem hozzá, hogy jó volt a dicsőítés, tényleg. I have to say, worship was wonderful. És segíthet a megtérésben. And it leads us to, it can lead us and help us in. De nem ez a fő motiváció. But that's not the main motivation. Még nem az a megtérés, hogy ide járnak a barátaim, mert mindenki azt mondja, hogy megtért. Hát megtérek én is. Hát. The main motivation shouldn't be, well, all my friends come to this church, and they all say they're born again, and I should be born again. És nem a megtérés az, hogy valaki azt mondja, hogy itt volt ez a Jézus. És olyan jó gondolatai voltak, úgy tetszenek, ha megtérek. Well, or just someone says, well, Jesus was here and he seems like a great guy and he had some great thoughts. Well, I should follow him or I should become a Christian or something. A megtérésnek majdnem ugyanaz a definíciója, mint amit elmondtam a szentségnél. Repentance has this almost the same definition what I told you about holiness. Elszakadni a bűntől, oda kapcsolódni Jézushoz. Is to break away from sin and to be attached to Jesus. Aki igazán meg akar térni, azt tudjátok, hogy miért akar megtérni? Those who really want to repent and be a Christian, you know why they want to, really? Azért, mert tudja, hogy el van veszve. Because they understand that they're lost. El fogok kározni. That I will go and I will go to hell. Az az ember kiált, mert fölismerte a bűneit. They cry out because they recognize their sin. Beszéltem emberekkel, akik újjászülettek, azt mondták magukról, de nem is hallottak a bűnről soha. I talked to people and they said they're born again, but they never heard of sin. They never heard about a bűnről. They never heard about sin. Tehát akkor azt hadd kérdezem meg, hogy miből tértél meg? Then I shall ask, what are you repenting of? What are you turning away from? Hát a bűn az, ami miatt meg kell térnünk. It's because sin that we need to repent. És nem úgy általában a világ bűneit, mert rosszak az emberek. And I'm not talking about the general sin of the world. Én vagyok rossz. Én vagyok gonosz. I am sinful. I am evil. Nekem kell megtérni. I need to repent. Amikor az ember a saját személyes elveszettsége miatt kiállt az Istenhez, és megragadja Krisztust megváltójának, ez a megtérés. Repentance is when someone cries out to the Lord because of their personal sin, the weight of their sin and the understanding of it, and they want to be free from that. És hogyha ez valóban megtörtént, if that really happens, akkor valóban újjászülettél. Then you are really born again. Csak tudod, ez akkor történik meg, amikor nem csak a száddal mondod ezt. But that happens when you don't just say it with your lips. Hány ember hívta be Jézust az életébe a szájával? How many people have invited Jesus into their lives with their lips? És miért nem lépett be Jézus sokuk életébe? And why doesn't Jesus often step into their lives of many? Már nem gondolták komolyan. Because they didn't mean it. Mert a szívükkel is kell akarni az embereknek. Because their heart needs to want it too. Ha amit mondasz a száddal, az van a szívedben is, akkor beszélsz komolyan. When you're actually meaning it in your heart, what your lip is saying, then that's when you're being serious. És akkor Jézus is komolyan veszi, amit mondasz. And that's when Jesus will take seriously what you say. És akkor valóban belép az életedbe, valóban újjászületsz. And then he will enter into your life and you'll be born again. És ennek következménye lesz a szent élet. And the consequence of that will be a holy life. Lehet, hogy sokszor el fogsz bukni, de akkor is ő nem fog hagyni. Akik elkezdte benned a jó dolgot, az be is fogja fejezni. And you will stumble many times, but the one who has started the good work in you will finish it, will complete it. Lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy az, amiről most beszéltem, az nagyon kemény volt. You might think, many of you think that this, what I talked to you about tonight was very, very harsh. Kemény dolog volt megkérdőjelezni egyesek hitét.
It was a tough thing to question the faith of many. Kemény dolog megkérdőjelezni az emberek újjászületett állapotát. To question the state of being of the rebirth state of many. De hadd mondjam el. But I have to say. Ha te valóban újjászülettél, nem kell félned ezektől a kérdésektől. If you're born again, you don't have to worry about these things. Ha te valóban az elveszett állapotodból hívtad Jézust az életedbe, akkor belépett. If you have called out to God because you were lost in your sin, Jesus is in your life. És hogyha vannak is bűnök az életedben, de te sírsz a bűneid felett, és kiáltasz az Istenhez, ez a jele annak, hogy megtértél. And if you have sin in your life and you stumble, but you cry over them and you repent, you want to turn to God for, because of them, that means that is a sign that God is working in you. That you are born again. Aki nem tért meg, azt nem érdekli, hogy bűn van az életébe. Those who are never born, were never born again, they don't care if there is sin in their lives. És hogy ne félj. So don't worry. Most azt gondolod magadba, hogy vajon most én meg vagyok-e térve? Don't worry if you're thinking, gosh, whether I'm born again or not. Hadd mondjam el, hogy ahogy elmondtam, ezt könnyen el tudod dönteni. I told you, you can examine that easily. Szereted Jézust, akarod követni, küzdesz a bűnnel, harcolsz ellen, ez mind jele annak, hogy ott van az életedben. You love Jesus, you want to follow him, and you struggle against sin. That these are all signs that Jesus is at work in your life. Akkor az erősítsen meg inkább abban, hogy te újjászülettél. Then this shall strengthen you that you are born again. És vágyakozz még inkább arra a szent életre. And desire all the more for that holy life. Azonban leleplezett most téged ez az ige. But if this teaching or this word of God disclosed something in you. És rádöbbentél, hogy ez nem megtérés, amit te megtérésnek mondtál. And you realize that what you thought was being born again is not. Rádöbbensz arra, hogy benne vagy egy bűnbe, már nagyon régóta, és életstílusod ez, és nem is akarod abba hagyni. You realize that you live in sin. It's a lifestyle. You don't want to change it. És nem is izgat téged and az. You don't really care at all. Akkor nagy szeretettel hadd mondjam el, hogy ne csapd be magad. Now with much love, let me emphasize, do not deceive yourself. Akkor nem vagy újjászületve. You're not born again. És ezt nem azért mondom, hogy bántsalak téged. And I'm not saying this to hurt you. Hanem mert szeretlek. But because I love you. És nem akarom, hogy elvesz. And I don't want you to get lost. És akkor jó üzenet van most számodra. And then this message should be a good message for you. Mert megtérhetsz. Because you can repent. Biblikus megtéréssel. In a biblical way. Elmondtam mindent, amit tudnod kell. I told you everything. You know everything. Akkor akár most dönthetsz mellette. And even now, right now you can decide and make a decision. Ha őt komolyan behívod az életedbe, amíg nincs ott, akkor ő be fog lépni. And if you seriously invite him into your life, if he's not already in there, he will enter. Ha te tényleg sírsz a bűneid miatt, és átérzed az elveszettséged. Cry over your sin and understand the lostness of yours. Akkor, amikor kiáltasz hozzá, ő jönni fog. When you cry out to him, he will come. Ez egy jó üzenet. So this is a good message. Úgyhogy nem kell senkinek elbátortalanodnia. So no one should be discouraged. Aki újjászületett, az most megerősödött abban, hogy újjá van születve. Those being born again shall strengthen in this message. És elesünk a bűnben sokszor, de fölállunk, és Isten tovább visz, megerősít. God will take us on, he nem will hagyott. Strengthen us, he will not leave us there. Ha viszont nem születtél még újjá, but if you have not been born again, akkor kérlek, térj meg most. Then I ask you, repent now. Akkor érted volt ez az este. Then this night was for you. Imádkozz. Let's pray. Mindenható Istenünk, köszönjük azt, hogy a Te igéd az világos. Dear Heavenly Father, we thank you that your word is clear. Köszönjük, hogy Te nem takargatod el az üzenetet, hanem egyértelműen megmondod. Thank you that you're not hiding your message, but you clearly speak it to us. És néha kemény ez a beszéd. And maybe sometimes this sounds harsh, this message. De köszönjük azt, hogy ez az igazság. But thank you that this is truth. És köszönjük, hogy leleplezed a hazugságokat, amikben élünk. Thank you that you disclose the lies we live in. Köszönjük, hogy
világossá tetted azt, hogy ha te bennünk élsz, akkor mi szent életet élünk. Thank you that you made it clear to us that if we live in you, then we live in a holy, if we live holy lives. Erre vágyódunk. And we long for that. És ezt te kimunkálod bennünk. And you will work that out in us. És hogyha elesünk, és te fölemelsz. And if we fall, you will lift us up. Uram, és én most imádkozok azokért az újjászületett keresztényekért, akik elbuknak újra és újra bűnökben. And Lord, I pray for those born again Christians who fall in sin again and again. Hogy a te szereteteddel állítsd fel őket. That in your love, with your love, you would stand them up again. Erősítsd meg őket. And strengthen them. Hogy ne adják fel a küzdelmet a bűnnel. That they would not give up the struggle, the fight. Uram, és imádkozok azokért, akik talán most rádöbbentek arra, hogy még sincsenek megtérve. And I pray for those who might have realized that they're not born again. Imádkozom azokért, hogy hagyd tudjanak egy döntést hozni. I pray for them to be able to make a decision. Hogy tudjanak meglátni az elveszettségüket, és hogy tudjanak abból kiáltani hozzád, Jézus. To realize and to be aware of their lostness, their lost state, and to cry out to you, Jesus. Könyörgöm, hogy hagy hozzanak most egy döntést. I pray that they would make a decision now. És ne hagyják el úgy ezt a termet, hogy nem hozták meg ezt a döntést. And they would not leave this room without making that decision. Ezt kérem Jézus nevében. I ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Isten áldjon titeket. God bless you. Thank you.